falusi házak vásárlására azok a magyar és szerb állampolgársággal rendelkező házastársak vagy élettársak pályázhatnak, akiknek legalább egyike 1971. január 1 -e után született. Feltétel, hogy a pályázó legalább 5 éve állandó lakcímmel rendelkezzen vajdaság területén, hogy ne álljon rokonsági viszonyban az ingatlan eladójával. A pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlanban a szerződés megkötését követően 7 évig életszerűen él, és lakcímét az ingatlan címére módosítja. A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 1 millió 200 dinárt. Ugyanakkor a pályázat tárgyát képező ingatlan értéke nem haladhatja meg a 2 millió dinárt. Vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások, technológiai fejlettségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából. A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 1 millió dinárt. Olyan vajdaság területén nyilván tartott székhelyen rendelkező egyéni vállalkozás jogi személy pályázhat, amelynek alapítója vagy dolgozói jelentős része szerb és magyar állampolgárok, illetve vajdaság területén rendelkeznek állandó lakcímmel. A gazdaságban, különös tekintettel az élelmiszerláncban tevékenykedő vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások olyan támogatásra pályázhatnak, amely lehetővé teszi az adott szabvány vagy előírás területére vonatkozó szaktanácsadás megrendelését, a szükséges minőségügyi és élelmiszerbiztonsági dokumentáció elkészítését, valamint a bevezetett és működtetett szabványoknak a tanúsítását. A legalább három éve idegenforgalmi tevékenységet végző egyéni vállalkozások, jogi személyek pályázhatnak szállás és étkezési kapacitásaik bővítésére, infrastruktúrájuk fejlesztésére, kényelmi eszközök beszerzésére a meglévő szálláshelyek vonzóbbá tétele céljából. A nem térítendő támogatások összege kapacitás bővítés esetén legfeljebb 2,5 millió, eszközbeszerzéskor pedig 1 millió dinár lehet. A támogatásból megvalósuló eszközt legalább tíz évig idegenforgalmi rendeltetéssel kell használni. A legtöbb pályázat a Prosperitáti Alapítvány honlapján mezőgazdasággal kapcsolatban jelent meg. Fúlia sátras növénytermesztéshez szükséges felszerelés beszerzésére. Tenyészállatok és méhek vásárlására. Jégvédelmi hálók beszerzésére mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére, mezőgazdasági kultúrák öntözésére és az öntöző rendszerbe való beruházásra, valamint több éves ültetvények telepítésére igényelhető támogatás. Pályázni a vajdaságban élő szerb és magyar állampolgársággal rendelkező egyéni, bejegyzett gazdálkodók jogosultak. A beruházásnak vajdaság területén kell megvalósulnia. A támogatások intenzitása az összes kiírás esetében 80%-os, tehát a pályázónak 20%-os önrészt kell biztosítani. A jelentkezéseket a két dokumentációval együtt 2016. március 31-ig kell benyújtani a Prosperitáti Alapítvány területileg illetékes irodájában. Kirendeltség nyílik Magyar Kanizsán, Nagybecskereken, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán, Zentán és Zomborban is. A pályázatok részletei és a beadásukhoz szükséges űrlapok a www.prosperitáti.rs honlapon találhatóak. Február 4-től több hetes egész vajdaságot lefedő ismertető kampányt szerveznek, amelynek során megnyílnak a területi irodák. Az ott dolgozó külön képzésben részesített munkatársak minden kérdésben állnak a pályázók rendelkezésére.